Kovács Zsófia, a Duna Ferese tornásza nagy sikert aratott a Békés Csabán megrendezett mesterfokú bajnokságon. Városunkat egy 5-tagú csapat képviselte a megmérettetésen. Horváth Enikő, Tóth Dorottya, Miklós Dorina, Makovics Mirtil és Kovács Zsófia. Az országos verseny érdekessége, hogy a csapatokban csak egy felnőttnek kell szerepelni, a többiek utánpótláskorúak is lehettek. A bajnokságon Kovács Zsófia 2 aranyérmet is szerzett. Én sokat készültem erre a mesterfokú bajnokságra. Első nap ugye be is kerültem az összes fináléba második helyezettként. Első nap ugye ugrás és korlát volt. Ugráson 5. lettem igazából, de egy bírói hiba miatt 5. hoztak ki, igazából 2. lettem volna. Korláton pedig 2. helyezést értem el. Zsófi egyik edzője, Jó Gabriella szerint is a hosszú és kitartó munkának az eredménye a mostani siker. Rengeteg munka van benne, de hál' Istennek Zsófi nagyon-nagyon lelkes és nagyon szeret tornázni, és azt gondolom, hogy őt ez viszi előre. Óvodáskora óta jár hozzánk, és minden nap itt van az edzéseken, a szünet alatt végig jár az edzésekre, nagyon tudatosan készül a versenyekre, és ez nagyon fontos, hiszen ő már sportolói fejjel gondolkodik, és elszántan készül minden egyes megmérettetésre. Az edzők nagyszabású terveket szőnek Zsófival, szeretnék, ha a legjobb magyar női tornász lenne. Mint mondták, szorgalmas és magabiztos, így minden lehetősége megvan erre.